Pelsőc városa Bebek család ősi fészke volt. Valaha Gömör jelentős települései közé tartozott. A Sajó partján valahol a magyar határ és Rozsnyó között lévő kisváros 1849-ig Gömör vármegye székhelye is volt, korábban mezőváros. Ezt a rangját is a bebekeknek köszönheti. A daliás idők elmúltak, de többek között mai nevezetességét is ennek a múltnak köszönheti, nevezetes gótikus templomát. Természetesen a vár épült meg először, és aztán a templom. Körül ez a templom a 14. század első felében keletkezett, írásos feljegyzések nincsenek, mert megsemmisültek. A mostani állapot a templomnak 1617-ből való. A fő ékessége ez a gyönyörű karzat, amely pedig 1629-ben készült el. A pelsőci református templom azért kazettás templom, mert a karzata kazettás. Középen van a Bebek címer, és a karzatnak a keletkezési ideje 1629. A legények kara különben a megkonfirmál, de még családot nem alapított fiatalok ültek ott. Kazettának az érdekes, hogy nem egyformának látszanak, de mindegyik más. A pelsőci templom azért is különleges, mert református korszakából őrzi ezeket a festett, faragott díszeit, miközben a korábbi katolikus korszakából pedig egyedülállóak a középkori falképek. Először katolikus templom volt, és pedig Szent György tiszteletére, és aztán ugye, mikor a bebekek átértek a protestáns hitre, akkor a Szent Háromság Isten dicsőségére építették át, mert volt itten török dúlás, és a osztrák hadok is pusztították a templomot. Ha az egész gömöri világot, vagy a falképfestészetet, vagy a művészetet nézzük, akkor Pelsőc egy unikális dolog. 2011-ben megtörtént az első jelenetnek a feltárása, a Szentély északi falán, ez volt a bemutatás a templomban jelenet. És hát ez egy egyedülálló. Tehát ilyet nemhogy Gömörben, de a mai felvidéken, sőt, talán, hogyha megmaradt volna valami Budából, a régi Budából, vagy a Budai várból, vagy kicsit komplexebben mondjuk az esztergomi várkápolnának a falképe, akkor talán látnánk ilyet. Tehát egy olyan interiőr jelent meg, egy olyan háromdimenziós háttérkép, amit sehol a környéken nem látunk. És ugye az előtérben a Scroveni kápolnában megjelenő Giotto-féle teljes motívumkincs megjelent, tehát ugyanúgy a Szent József, a bemutatás jelenet, maga a jelenet, ez egy az egyben a Scroveni kápolna bemutatás jelenetének a testvérének mondható, de ugye hát itt nyilván nem arról beszélek, hogy ide Giotto lejött Pelsőcre, és akkor ő festette, hanem itt maga a megrendelő, aki unikális és egyedülálló. Nagyon érdekes kérdés ez a gömöri falfestészet, Gömör vármegyei falfestészet. Picit mindig tágabban szoktuk ezt értelmezni, mint a történeti Gömör vármegye maga, mert Kishont vármegyét mindig hozzácsapjuk, meg még egy-két területet, esetenként Tornát is olyan kis vármegye volt, hogy fel se tűnik, hogy az külön vármegye. Régóta foglalkoztatja a kutatást. Úgy tűnik, hogy a pelsőci falképek korábbiak, ahol egy nagyon jelentős arisztokrata kegyúrhoz köthető a falképciklus elkészítése, és az viszonylag jól kronológiailag megfogható. Vissza a Bebek családhoz. A Szent Györgynek szentelt templomuk a 13. században épült a Bebekek nemzetségi templomaként. A jelenlegi református templom gótikus építmény, amelyet 1400 körül kibővítettek egy temetkezési kápolnával. Pelsőt az egy nemzetségi központként épült, és pontosan tudjuk, hogy Bebek György volt ezeknek a falképeknek, vagy hát majdnem biztosak vagyunk benne, hogy Bebek György volt a falképek megrendelője. Róla azt is tudjuk, hogy a 14. század második felén ő Padovában járt, méghozzá Nagy Lajos követeként, tehát nem egy egyszerű turista volt, hanem egy nagyon-nagyon fontos, kiemelt személy, és az ő közbenjárása sikeres is volt, tehát a Carrarák és a Velenceiek között megszületett a béke, ugye a magyar király követének közbenjárására, és pontosan tudjuk, hogy mi volt a 14. században
Padovában, második felében. Tehát Giotto hatása az tulajdonképpen az egész vidéket áthatotta, és hát az a feltételezés, hogy Bebek György, a királynői tárnokmester, aki ugye hazatért a nemzetségi templomába, minden bizonnyal hozhatott magával egy festőt. Erre minden lehetősége megvolt. Megvolt a pénze, megvolt a hatalma, és megvoltak a kapcsolatai, hogy egy vagy akár több festőt is hozzon, akik pontosan tudjuk, hogy a szentét festették ki. A hajóban már más típusú, stílusú freskók láthatók Pálsőcön, viszont a szentélyen végigkövethető a Scroveni kápolnának a jelenet ciklusa, egészen tulajdonképpen az angyali üdvözlettől a keresztre feszítés jeleneteig. Tehát ez egy csodálatos, komplex krisztológiai ciklus volt, amit ugye Bebek György oda tervezett, oda képzelt a Nemzetségi Templom a központjába. Vannak újabb freskók is, például Szent Erzsébet az udvar hölgyei körében. A szószék mögött Jézus életéből láthatók jelenetek, ahol az ak Simeon megöleli a kis Jézust, Jézus megkeresztelkedése, Júdás árulása. A szentély déli oldalán az utolsó vacsora és a keresztre feszítés freskó sora látható. Itt és a déli homlokzaton fennmaradtak még korábbi 500 éves falkép töredékek, köztük a Kálvária jelenete és a magyar királyok alakjai. De van itt más érdekesség is. A templom északi oldalán az a kisteremnek nevezett gótikus rész, ami a bebekek temetkezési kápolnája volt. Másképp a lovagteremnek is hívják. Az elődön mondta, hogy a bebekek a lovagias ügyeiket, párbajokat ott intézték el abban a kápolnában vagy lovagteremben. Úgy életre halálra vívtak, és kettő ment be, és egy jött ki élve. 2011-ben úgy tudtuk vizsgálni ennek a kápolnának a kőelemeit, mint hogyha a középkorban lennénk, mert ugye azóta nem változott semmi, maximum egy-két zsák került be az ablakok elé, tehát ennyi különbség volt ott, és ott a tiszta gótika az, ami megmaradt. Ha kimegyünk, újabb különlegességekbe ütközünk. A templom homlokzatán megmaradt a három árpádházi szent képe. Egy kis keretezett képen István, László és Imre látható, pontosabban Szent Imrének csak a kardja. A gótikus templom mellett pedig külön áll egy talányos, sokkal magasabb torony is. Mindenki megkérdezi, hogy miért különálló torony, miért nincs a főhajóhoz építve. A válaszom annyi, hogy az a Pálsőci vár egyik őrtornyának az alapjára épült fel. A denevérek is laknak itten, és hát védelmezik őket a természetvédők. Kétféle denevér van, egyik fajta a toronyban, a másik itt a padláson van kalapácsorú denevér, és meg közönséges denevér is itten. De járnak megszámolni, törődnek velük.